Luke, please, this evening. Lapozzatok el velem együtt a Lukács evangéliumára, az ötödik fejezetre. In Luke 5, a Lukács 5-ben Jesus was speaking. Jézus beszélt. In verse 12 and 13, you got some red letters, don't you? A 12-es és 13-as vers az piros betűkkel van írva, ugye, az angol fordításban. It came to pass when Jesus was in a certain city, verse 12, a man full of leprosy, who seeing Jesus fell on his face and besought him, saying, Lord, if you will, you can make me clean. Olvassuk a 12-es verset. És lőn, hogy mikor az egyik városban volt, ímé volt ott egy poklossággal teljes ember, és mikor meglátta Jézust, arcra borulva kérte őt mondván, Uram, ha akarod, megtisztíthatsz engem. We've been on a series for some weeks now called God's Will to Heal. Már pár hete tanítunk egy sorozatot, aminek az a címe, hogy Isten akarata a gyógyulás. God's will to heal. Isten akarata a gyógyulás. And this man is full of leprosy. Vagy pedig Isten akarata gyógyítani. Tehát ez az ember tele volt leprával. That means that he is considered terminal. Tehát leprás volt, ami azt jelenti, hogy halálos, kimenetelű volt ez a betegsége, reménytelen eset volt ez, nem volt erre gyógymód abban az időben. Igazából pár napja volt már csak hátra, és azután meg kellett volna halnia. And say, well, there's no use. Az ok, amiért ez az ember itt van a Bibliában, az azért van, mert ő nem csak otthon ücsörgött, és nem azt mondta, hogy hát, nincsenek semmi haszna. Úgy is voltam már öt orvosnál, és mindannyian ugyanazt a jelentést adták nekem. És aztán van egy második, harmadik, negyedik és egy kilencedik véleményem is. Amit kaptam, és már minden gyógykezelésen részt vettem, és a 49. stádiumában vagyok ennek a betegségnek. And it's just, that's it. És ennyi. No. Nem. He got out of the house. Somebody say got out of the house. Ez az ember kiment a házból, és valaki mondja ezt hangosan, hogy kiment a házból. Kiment a házból. Made the trip. Elutazott. And, just came right on up to Jesus. You know, you gotta have a certain amount of boldness. És oda ment Jézushoz, tehát, hogy kell, hogy benned is legyen bátorság. Don't you? What some people call humility is nothing in the world but fear. Az, amit az emberek sokszor alázatosságnak neveznek, az nem más, mint félelem. Timidity and fear, and Timothy said, Félénk. Ség és félelem. Tehát Isten nem a félénkség szellemét adta nekünk, hanem a szeretet, az erő és a józan elme szellemét kaptuk. And you notice people in the gospel accounts that got their miracles and got healed. They're people that got up, stood up. Figyeld meg, hogy azok az emberek, akikről olvasol az evangéliumokban, és akik megkapták a gyógyulásokat, azok olyan emberek voltak, akik felálltak, got out of the house, és kimentek a házból, és elmentek. Chased Jesus down. Jézust követték. Yelled from the street corner, Jesus! Az utca sarokról kiabáltak Jézus után, hogy Jézus, ide gyere! Ide gyere! És azt mondták az emberek erre, ugye, hogy csöndben legyél. Hogy csöndben legyél, de ők ennek ellenére kiabáltak, és mondták, hogy Jézus! Az ördög azt akarja, hogy befogd a szádat, és csendben maradjál, és ott leülj, és meghalj. Az ördög azt akarja, hogy csöndben legyél, és hogy szépen viselkedj, és hogy ne zavard senkit, és aztán, hogy elvesz csöndben. De a hit az feláll, a hit az keresztül nyomja magát a tömegen. A hit az letépi a háztetőt a házról. A hit az nem adja fel. A hit az nem hajlandó csak lefeküdni és meghalni. A hit az nem adja fel és nem egyezik bele abba, hogy ez a pénz nem jön. A hit az nem ért veled egyet abban, hogy nincs reménység és nincs út. Nincs kiút.
Gondoljatok bele, hogy azok az emberek, akik azon a nyoszolyán hozták azt az embert Jézushoz, ugye? Az a négy ember, aki azt a teljesen lebénult embert hozták Jézus elé, a gutaütöttet. És Jézus ugye ott volt a házban, és ott szolgált, és ők alig bírtak az ajtóhoz is eljutni, és az egész ház az tele volt emberekkel, és nem tudtak bemenni. Mit gondoltok, hányan fordultak meg volna ilyen helyzetben, és mentek volna haza? És mondták volna azt, hogy hát, megpróbáltuk, de hát csak ennyit tudtunk tenni, hogy megpróbáljuk. Valószínű, hogy ez nem az Úr akarata volt akkor. Engem ez nagyon irritál. With all of these people, that everything they do or don't do, some way or another results in the perfect will of God. Amikor hallom ezeket az embereket beszélni, hogy mindegy, hogy mi az, amit tesznek, vagy mi az, amit nem tesznek, ennek a kimenetele, ennek az eredménye az, hogy ez Isten akarata volt. There are millions of folks. Milliók vannak, akik így beszélnek, hogy lusták. And nothing happened. And their being lazy produced the will of God. És semmi nem történik, és ők, az a tény, hogy ők lusták, az eredményezte Isten akaratát. Ezt állítják. They yielded to their flesh. Átadták magukat a hústestüknek, és bűnt követtek el, és megszegték a törvényt, és teljesen... Now, this mess in their life is the mysterious, unexplainable will of God. Tehát megszegték a törvényeket, és aztán teljesen bajba kerültek az életben odakint, és igazából azt mondják, hogy ez Istennek egy titokzatos akarata. Minden, amit te teszel, az Isten akaratát hozza a színre. És mindaz, amit te nem teszel meg, az is mind Isten akaratát eredményezi az életedben. Én ezt nem így gondolom. I don't think so. Ezt nem így gondolom. We have been for weeks now looking to answer this question that this leprous man in his so-called terminal condition, he looked at Jesus, he said, "You can do this." Már hetek óta ezen időzünk, próbáljuk megválaszolni ennek az embernek a kérdését, ennek a poklossággal teljes embernek a kérdését, aki ránézett Jézusra, és azt mondta Jézusnak, hogy te meg tudod ezt tenni. Tudom, hogy te meg tudsz engem gyógyítani. Hogyha meg akarsz. És most pedig hány évszázaddal később? Keresztények milliói imádkoznak ugyanúgy, ahogy ez az a leprás ember. És nyilvánvaló, hogy nem olvasták el a következő igeverset. Te elolvastad? Azért, mert Jézus megválaszolta ennek az embernek a kérdését, ugye? És hogyha Jézus megválaszolta ennek az embernek a kérdését, és hogy a számunkra lejegyezték ezt a Bibliában, hogy generációkon át megmaradjon ez nekünk, akkor ez válasz a te kérdésedre is. Ő soha nem változik meg. Ő ugyanaz tegnap, ma és mindörökké. És ő nem személyválogató. Hogyha ő akkor azt mondta, most is ugyanezt mondja. Hogyha ő, Jézus, ennek az embernek ezt mondta, akkor neked is ugyanezt mondja. Keresztények milliói szeretik Istent. Istent szolgálják. Azt mondják, hogy Uram, gyógyíts meg őket, vagy gyógyíts meg engem, hogyha ez a te akaratod. Igaz ez, vagy nem? Keresztények milliói imádkoznak így. Miért? Mert nem hiszik azt, hogy én tudhatom, te tudhatod, vagy bármelyikünk is tudhatja, hogy Isten akarata-e a gyógyulás.
So how are we going to find out the will of God? Tehát hogyan fogjuk megtalálni Isten akaratát? Even if they don't say it in these words, well, ever how it turns out, that's the will of God. Ők azt mondják, hogy amilyen dolog, ahogyan elsül az a dolog, az Isten akarata. Well, that's the same basic thing that Muslim terrorists believe. Igazából a muszlim terroristák is ugyanezt hiszik, tudod-e? That everything that happens is the will of Allah. Hogy minden, ami történik, az Allahnak az akarata. Everything. Minden, ami történik. And if it wasn't his will, he wouldn't let me blow this place up. És hogyha persze ez nem Isten akarata lenne, akkor nem engedni meg, hogy ezt a helyet fölrobbantsam. But if I'm able to blow it up, de hogyha én képes vagyok arra, hogy ezt felrobbantsam, obviously was God's will. Felrobbantsam, akkor ez nyilvánvaló, hogy Isten akarata. Millions believe this. Milliók hiszik ezt. And sadly, millions of Christians believe the very same thing. És nagyon szomorú, hogy keresztények milliói hiszik ugyanezt a dolgot. Más szavakkal ugyan, de ugyanaz az alapelv. You do not ascertain the will of God by what you have or have not experienced. Te nem az alapján definiálod meg Isten akaratát, hogy mi az, amit van, és mi az, amit nincs. Tehát nem az határozza meg Isten akaratát a te életedben. You do not find the will of God by what anybody else has or has not. És nem is az alapján határozod meg Isten akaratát, hogy mi az, amilyen valakinek van, és mi az, amilyen nincs annak az illetőnek. És nem is a megtapasztalások alapján, hanem Isten igéje alapján. Mert Isten igéje felfedi Istennek az akaratát. Ez az egyedüli biztos hely, ahol megtalálod Isten akaratát. És ez a leprás, ő a megfelelő úton van, mert ahelyett, hogy teológusokat, hozzátartozókat kérdezne, rokonokat kérdezne arról, hogy ők mit gondolnak Isten akaratáról, elment egyenesen magához az igéhez. Ugye? Ugye ő az igéhez beszél most. Az ige, amely testé lett. Ő eljött és megkérdezte magát az igét. Azt mondta, hogy te hatalmas ige. Tudom, hogy te meg tudsz engem gyógyítani, hogyha te akarod. És az az ige, amely nem változik meg soha. The word that lasts forever. Az ige, amely örökké tart, azt mondta. I will. Hogy akarom. Az emberek írhatják a könyveiket, amennyit csak akarnak. Mondhatják az emberek a bizonságaikat arról, hogy Isten hogyan tette rájuk ezt meg ezt a betegséget, hogy valamit megtanítson velük. De ez kicsúcsosodik mindenféle megtapasztalás fölé, mindenféle érvelés fölé. Amelyet generációkon keresztül mondtak az emberek. Ez a válasz a kérdésre. Ez. Jézus kinyújtotta a kezét, és megérintette azt az embert ebben a halálos betegségben, reménytelen helyzetben. Tudod-e, hogy milyen boldog volt ez az ember, hogy ezeket a szavakat hallotta Jézus szájából? Azt mondta Jézusnak, hogy Jézus, én tudom, hogy te meg tudod ezt tenni. Te teljesen ki tudsz engem hozni ebből a szemétből, hogyha ha megtennéd, ha ez a te akaratod. És Jézus pedig kinyújtja az ő kezét, ráteszi a kezét erre a testre, ami tele van ezzel a büdös ocsmány betegséggel. És azt mondja, akarom, tisztulj meg! És azonnal az a büdös, ördögi dolog, szemét elhagyta a testét annak az embernek. És megtisztult az az ember, és élt.
finished out his life. És befejezte az életét. Itt a földön bevégezte. Te nem egy másik Jézus szolgálsz, te ezt a Jézus szolgálod. Ez az a Jézus, akinek te odaadtad a szívedet és az életedet. Ez az a Jézus, akit te megvallottál uradnak. És ő soha senkinek nem mondta, hogy nem akarom, és soha nem is fogja ezt mondani. Emberek találták ki ezeket a tanításokat, hogy néha Isten akarata, néha Isten azt mondja neked, hogy nem. Néha Isten azt mondja neked, hogy várj még egy picit, és soha nem tudhatod. És miért találták ki ezeket a tanításokat? Mások és a saját maguk megtapasztalásaik alapján. Mi az, amit ők megtapasztaltak? Megtapasztaltak, és mi az, amit nem? És az ő saját tapasztalataikat felé emelik Isten igéje fölé. Barátom, el kell határoznod magadban. Bárki, aki előre lépéseket tett Isten dolgaiban, aki bármit elfogadott Istentől. Annak a személynek ezt meg kell tennie. Én tudom, hogy az én életemben, Phyllis és én bizony sokat szenvedtünk az anyagiakban év után. Összeházasodtunk, bibliaiskolába jártunk, és még a bibliaiskola után is. Egyszerűen küszködtünk az anyagi életünkben. És aztán végül is teljesen betelt a cipőm azzal, hogy mindig tönkrementek vagyunk. És magamba csak öntöttem az igét, állandóan öntöttem Isten igéjét. És az ige mindig csak azt mondta nekem, hogy Isten azt akarja, hogy én gazdag legyek. És minél többet tanulmányoztam, annál inkább láttam ezt. De az életemben nem láttam még ennek a valóságát, hanem az ellenkezőjét láttam. És üdvözültünk, ugye, szerettük Istent, és a szolgálatban álltunk már, az Urat szolgáltuk már. És tönkrementek voltunk anyagilag. Velem vagytok? És most pedig van egy döntésem, amit meg kell hoznom. Tehát van egy választási lehetőségem. Vagy félre magyarázom, és azt mondom, hogy én Jézusért szenvedek, azért, mert az én munkám az Úrban az olyan fontos, hogy a pokolnak a fél ördögi serege az azon munkálkodik, hogy engem ilyen állapotban tartsanak. És én ezt mindezt feláldozom Jézusért. Tehát bárhogyan is fordítod ezt a dolgot, így vagy úgy, de mindenképpen Isten akarata ez. Az a dolog, ahogy az most kinéz az életben, az Isten akarata. Mindannyian nagyon csöndben vagytok. Vagy elfogadhatom másoknak a véleményeit, akik azt állítják, ó, az a pénz, az csak megzavar téged. Elvonja a figyelmedet arról, hogy Isten szolgálod. Hadd mondjam el neked, hogy mi az, ami elvonja a figyelmedet? Mi az, ami megzavar téged? Creditors calling and ain't got no money. Amikor hívnak téged, ugye, a hivatalból, az adóhivatalból, vagy akár honnan, hogy hol a pénz, amivel tartozol. Hogy meg kell tartanod az alkalmakat, és nincs rá pénzed. El kell hagynod a várost, és nem tudod elhagyni a várost. Ez bizony nagyon zavaró tényező. Hát, testvérem, ez nem mindig... Ez nem mindig Isten akarata a számodra, és te amúgy sem tudod mindig, hogy mire van szükséged.
bills due. You ought to have enough sense to know they need to be paid. Az én véleményem pedig az, hogy lehetne elég józan eszed ahhoz, hogy amikor látod, hogy ott vannak a számlák, akkor szükséged van pénzre, hogy azokat kifizest. Az emberek egyszerűen csak ostobává válnak a gyülekezetben, ugye? Hol máshol lennének az emberek ennyire ostobák? Hogy képesek elhinni ezt a hülyeséget. De emlékszem arra, hogy egy nap bejöttem, és végig estem az ágyamon, a kicsi házunkban, és azt mondtam, hogy Uram, ez nem a Te akaratod. Tudom, hogy ez az, amit már tapasztalunk évek óta, de ez nem a Te akaratod. Látom ezt tisztán az igédből, és ez nem a Te hibád, Uram. Irgalmazz nekem. Tudjátok, a bibliaiskolát ekkor már kijártam. És már a szolgálatban voltam. És bizony tudtam idézni egy-két igeverset a Bibliából. És mit jelent ez? Azt jelenti, hogy azt mondtam az Úrnak, hogy Uram, amit nem tudok, mutasd meg nekem. Ami az, amit elvétek, kérlek, irgalmazd nekem, és mutasd meg. Hogyha már megmutattad nekem, és mégsem tettem, elvétetem, kérlek, még egyszer mutasd meg nekem. Segíts nekem. De én az én arcomat rád szegezem, és hogyha te megvásároltad és kifizetted az én gyarapodásomat, akkor én nekem meg lesz ez. Hogyha te szegényé lettél, értem, hogy én gazdaggá lehessek, akkor én ragaszkodom ehhez, és az az enyém. Ezt fogom hinni, ezt fogom prédikálni, ezt fogom mondani. Nem érdekel, hogy mennyi ideig tart, mielőtt ezt meglátom, míg ezt meglátom. Akkor is ezt fogom mondani, és ezt fogom hinni, és ezt fogom követni. Mi az, amit ekkor elhatároztam magamban, barátom? Azt határoztam el magamban, hogy ez Isten akarata. Nem az, amit eddig megtapasztaltam. Nem az, amit más próbál félre magyarázni, hanem ez. Ez mondja el nekem Isten akaratát. És ahelyett, hogy ezt jól lekicsinyíteném, ezt a könyvet, hogy ez megegyezzen az én kis élményeimmel, tapasztalataimmal, vagy valakinek az úgynevezett meg nem válaszolt imájával megegyezzen, amit hit kudarcnak mondanak, hogy ez nem működött, az nem működött. Ahelyett, hogy ezt hallgatnám, mindezt az agyvaságot, azt fogom mondani, hogy nem, Uram, én nem ezt hallgatom, hanem a Te igédet, mert ez az igazság. Úgyhogy emelj fel engem, Uram, hogy én egy szinten legyek az igével. Emeld fel az én életemet és az én megtapasztalásaimat arra a szintre, hogy az megegyezzen azzal, ami a Te igédben le van írva. Mert ez Isten akarata számomra. És neked hajlandónak kell lenned ezt mondanod év után. És még akkor sem lehet, hogy nem úgy néznek ki majd a dolgok. Velem vagytok, vagy nem? Ó, megpróbáltam. Nagyon kitartóan 3 héten keresztül próbáltam. És egyszerűen nem tudtam megmondani a különbséget. Nem. Az a dolog megpróbált téged. És te kudarcot vallottál. El kell döntened magadban egyszerűen, hogy nem az alapján fogod hinni, amit látsz, vagy mi az, amit nem látsz, hanem Isten akaratát számodra Isten igéje fedi fel. Értitek-e ezt, vagy nem? Tehát ez nem rajtam alapul ez a dolog. És nem is a te pásztorodon alapul, és nem is a prédikátorodon. Teljesen mindegy, hogy mi az, amit én megteszek, vagy nem teszek meg.
Isten igéje, Isten akarata. És azt kérdezed tőlem, hogy mi az, amit meg akarsz, szándékozol megtenni? I'm just saying, based your brothers, your sisters. Semmit igazából, semmi tudatlant, amit mondani akarok az, ministers, friends, hogy a te barátaid, a te testvéreid, a te szolgálótársaid. A lady came to me crying one time. She said, "I just don't understand. I don't understand. Ain't so and so." She called her name. Was such a wonderful woman. Jött hozzám egyszer egy asszony, siránkozva azt mondta, hogy ó, az a bizonyos hölgy és a nevén nevezte. Nem értem, hogy mi történt vele. Olyan jó asszony volt. She didn't get healed. És nem gyógyult meg. Az ő nadnéniéről beszélt. Why didn't she get healed? És azt kérdezte tőlem, hogy miért nem gyógyult meg. És azt mondta neki, hogy nem tudom. És azt mondta ez az asszony, hát valószínű, hogy nem Isten akarata volt. És azt mondtam, hogy ó, nem. Mi nem tudjuk megváltoztatni a Bibliát. És látod, a prédikátorok ezt próbálták megtenni. Az ő elméjükben, hogy ezáltal próbálják az embereknek a fájdalmát és a gyászát könnyíteni. És hogy ilyen módon választ adjanak az embereknek a kérdéseire. De tudod, se nekem, se neked, se senki másnak nincs meg a joga ahhoz, hogy ezt a könyvet megváltoztassa. Ó, ez biztos nem Isten akarata volt, mert hogyha Isten akarata lett volna, akkor máshogy végződött volna ez a dolog. Milliók halnak meg és jutnak a pokolba. És te azt akarod nekem mondani, hogy ez Isten akarata? Hogyha Isten akarata lett volna számukra az üdvösség, akkor nem vesztek volna el, ugye? Nem, nem. Mondd ki hangosan. Én Isten akaratát nem az én megtapasztalásaimban találom meg, vagy a megtapasztalások hiányában találom meg, vagy abban, hogy mi történt másokkal, vagy mi az, ami nem történt meg másokkal. Én Isten akaratát Isten igéjében találom meg, és ez soha nem változik meg. Én mindig ezt fogom hinni. Teljesen mindegy, hogy mi az, amit látok, vagy mi az, amit nem látok. Amikor magadat így szilárdan megalapozod, akkor a dolgok nem mozdítanak ki a helyedről. És tudod pontosan, hogy mi az, amiben hiszel. És ilyen módon eredményeket fogsz elérni, és ezt újra mondom, eredményeket fogsz így elérni. Mert Isten igéje nem vallhat kudarcot. Halleluja! Hagen testvér, az én hitbéli atyám, és nektek sokatoknak is. Amikor Isten feltámasztotta őt arról a halálos ágyról 16 éves korában, ugye a bénulásából, a gyógyíthatatlan vérbetegségéből, a deformált szívéből. Amikor elment iskolába, akkor teljesen csontváz volt, szinte csont és bőr volt a teste. Még azután is, miután meggyógyult, alig élte túl. Heteken keresztül még ilyen állapotban volt, miután meggyógyult. És alig bírt járni, tehát alig tudott elmenni egyik osztályból a másikba. És azt mondta, hogy egyszer az igazgató behívta őt magához. És azt mondta neki, hogy a tanárok annyira féltik őt, mert úgy nézett ki, mint egy járó csontváz. És attól féltek, hogy egyszerűen ki fog esni a padból, és meghal. És nem akarták, hogy ez megtörténjen. És azt akarták a tanárok, ugye, hogy az igazgató beszéljen vele, és valamit tegyenek ezzel kapcsolatban. Úgyhogy behívta őt az igazgató, és azt mondta neki, hogy fiam, nagyon-nagyon csodálunk téged. És mindenki azt mondja, hogy milyen hatalmas akarat erőd van. És azt mondta, Hagen ránézett az igazgatóra, és azt mondta, hogy nem, uram.
Engem nem az én akarat erőm tart, hanem én Isten igén állok. Halleluja! És ez az igen nem vallhat kudarcot. Because it cannot fail, I'm not going down. És mivel az ige nem vallhat kudarcot, ezért én sem megyek le, és nem süllyedek el. Az ige nem süllyed el, és én sem fogok elsüllyedni. Dicsőség Istennek! És aztán túlélte azt a hetet, és túlélte a következő hónapot is, és befejezte az iskolát, és több mint 60 évig a szolgálatban volt. Dicsőség Istennek ezért. És ugyanez a dolog fog számodra is működni, és számomra is. Tudtok erre egy áment mondani? De egyszerűen nem engedheted, hogy az ellenség, vagy valaki asszony, vagy valamilyen férfi, vagy valamilyen megtapasztalás ki beszéljen téged az igéből. Mert ez minden, amire szükségünk van, erre alapozzuk az életünket. És tudtok erre egy áment mondani? Tehát mit mondott Jézus ennek az embernek? Hogy akarom. Gyógyulj meg, tisztulj meg, és mit mond neked Jézus? Hogy akarom. És mit mond Jézus minden férfinek és asszonynak, aki valaha is élt ezen a földön? Hogy akarom. Ugye mi megválaszoljuk ezt a kérdést, hogy Isten akarata-e? Mindenki számára a gyógyulás. És hogyan találod meg Isten akaratát? Isten akarata az, hogy mindenki üdvözüljön? Igen? És mindannyian üdvözöltek? Nem? De mégis ez az ő akarata, ugye? Te az ő akaratát nem az alapján találod meg, hogy ki az, aki üdvözült, és ki az, aki nem. Isten nem akarja, hogy bárki is elvesszen. És az az ő akarata, hogy mindannyian jöjjenek és üdvözüljenek. Hogy mindannyian eljussanak az ő ismeretére. Nem, mi az ő akaratát az üdvösséggel kapcsolatban az ő könyvében találjuk meg. Az ő akaratát a gyógyulással kapcsolatban is az ő könyvében találjuk meg. Tehát mondjuk ki hangosan, hogy igen, ez az ő akarata. Az ő akarata számomra a gyógyulás. Most. Ez az ő akarata. Mindenki számára, hogy gyógyult legyen most. Persze most nem erre összpontosítunk, de Isten akarata ugyanígy számodra az is, hogy gazdag legyél. Ugyanaz a Biblia. Ugyanaz a Biblia, ami arról ír, hogy Isten, hogy Jézus elviselte a te betegségeidet. A bűneidet, a békességed büntetését ő viselte. Elhordozta te bűneidet, miért? Azért, hogy te igaz legyél Isten előtt. Elvitte a te bűneidet, a te betegségeidet, a te fájdalmaidat hordozta. Miért? Azért, hogy gyógyult legyél. Ugyanaz a Biblia mondja azt, hogy ő szegényé lett. Érted? Hogy te gazdaggá lehessél. Ugye az új szövetséget idézem most nektek. Ő szegényé lett, érted? Hogy te gazdaggá válhassál. És azt mondod, hogy ó, én nem érzem magamat gazdagnak. De ugyanakkor nem mindig érezted magadat gyógyultnak sem, ugye? Vagy üdvözültnek. Nem mindig érezted magadat, ugye, megigazultnak, és olyas valakinek, akinek megvannak bocsátva a bűnei, de mi hitben járunk, ugye, hitáltal járunk. És ez az igazság, teljesen mindegy, hogy mit érzel, vagy John Brown mit érez, vagy Suzy Q mit érez, teljesen mindegy, hogy ők mit láttak, vagy mit éreznek, ez az igazság. Isten akarata számodra az, hogy te üdvözült legyél, hogy szent legyél, megigazult legyél,
Isten akarata számodra az, hogy erős legyél, hogy gyógyult legyél. És Isten akarata számodra az is, hogy gazdag legyél. Igen, azt mondtam, gazdag. 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 I'm quoting scripture. Én a Bibliát idézem rich. Most. Gazdag. Rich. Gazdag. Rich. Gazdag. Rich. Gazdag. Ez nem egy káromló szó, hanem egy biblikus szó. Ezért szokj hozzá. Szokj hozzá ahhoz, hogy te gazdag vagy. Revolutionary for people in this service tonight. If you just get up in the morning and do it every day for a number of days, at least 30 days, get up, look in the mirror and go, rich. Nagyon sok mindent megváltoztatna az életedben és sokatok életében az, hogy 30 napon keresztül minden reggel, mikor felébredtek, odaálltok a tükör elé és azt mondjátok, hogy gazdag vagyok. You're a rich man. Te egy gazdag ember vagy, és mutasd magadra. Vagy egy gazdag asszony vagy, de ez se keverjen össze, hogy most férfi vagy asszony, melyiket mond magadra. Ha nem csak mondd azt, hogy gazdag vagy. És mondd azt magadról, hogy gazdag vagyok. És nem kell mások előtt ezt mondanod, vagy magyarázgatnod, hanem mondd itt-ott magadra a nap folyamán is, hogy gazdag vagyok. Tehát hozzá kell szoknod ehhez, a dologhoz. Tehát ezzel a gondolathoz meg kell nyitnod a szellemedet ennek a gondolatnak, hogy gazdag vagy. A gazdag az nem egy dollár összeg. Ugye, amikor adjuk az adományainkat, akkor mindig azt mondjuk, hogy mindenben. And abounding to every good. I mean, you got plenty for everything in every area and putting all kind of money into the kingdom of God, right? Ugye azt mondjuk ilyenkor, hogy mindenben, mindenkor teljes elégségünk van, minden jó téteményre bőségben vagyunk, és a gazdag azt jelenti, hogy mindig mindenre van elegendő pénzünk, és nagyon nagy összegeket tudunk vetni Isten királyságába is. No lack. Nincs hiány az életünkben. Nem maradunk le dolgokról az miatt, mert nincs pénzünk. Tehát gazdagok vagyunk. Gazdagok vagyunk. Nézd rá a szomszédodra, és rázd meg a kezét, fogd vele kezet, és mondd azt neki, hogy szia, én gazdag vagyok. Ez a nevem. Gazdag vagyok. Gazdag vagyok, és nagyon örülök, hogy találkozok veled, gazdag. Nagyon örülök, hogy te is gazdag vagy. In fact, this is that rich church. Igazából ez az a gazdag gyülekezet. Rich. Gazdag. Rich. Gazdag, gazdag. Glory to God. Dicsőség Istennek. Thank you, Lord. Köszönjük, Uram. Go to Mark, please. Menjünk el együtt a Márk evangéliumának 16. fejezetére. Még egy okot elbírtok viselni? Hogy miért vagyunk biztosak abban, hogy miért tudjuk ezt biztosan, miért vagyunk ebben biztosak, hogy Isten akarata mindannyiunk számára a gyógyulás a mai napon. Tehát 30 bibliai okot adunk nektek, ennek a folyamatában vagyunk, a Bibliából. Tehát nem véleményekre vagyunk kíváncsiak, teóriákra, hanem a Bibliából hozunk 30 okot a gyógyulásra. Hogy miért vagyunk biztosak abban, hogy mindannyiunk számára Isten akarata a gyógyulás. És amikor valaki rád néz és azt mondja, hogy ó, nem, ez nem Isten akarata. Akkor mondd meg nekik azt, hogy ők adjanak neked 30 biblikus okot a Bibliából, amivel azt bizonyítják, hogy ők miért biztosak abban, hogy nem mindig Isten akarata a gyógyulás. Tényleg? Amikor az emberek azzal vádolnak minket, hogy mi tévejgünk, hol a te igeversed? So, we're in the process. And our last reason, what was it, about number 17? Tehát mi ennek a folyamatában vagyunk, és ugye a legutolsó ok, amit megnéztünk, az a 17. volt.
Mi volt a legutolsó? The ministry of Jesus. Jézus szolgálata. And we saw that he is the direct revelation. És láttuk azt, hogy ő ugye a közvetett kijelentése, Isten meg nem megváltozhatatlan akaratának minden ember számára mindenkor. És láttuk ugye azt is, hogy mindaz, amit Jézus tett és mondott, az Isten akarata volt. Mert ugye Jézus azt mondta, hogy ha engem láttál, láttad az Atyát. És az Atya megváltozik? Nem, az Atya nem változik meg soha. Tehát minden, amit Jézus tett, és mindaz, amit Jézus mondott, az Istennek a kijelentése, az Isten akaratának a kijelentése volt, és a mai napon is az. Jézus szolgálta a gyógyulást? Mindig. Nem néztük meg ugye az összes okot, de láttuk, hogy egyik hely a másik után mondta, mutatta nekünk azt, hogy Jézus mindannyiójukat meggyógyította. Hogy mindenki, aki megérintette Jézust, az meggyógyult. Mindenki meggyógyult. Bárki, aki megérintette őt, bárki, aki Jézushoz ment. És amikor ezt látod, akkor milyen elképzelésed van ezután már a gyógyulásról? Miért nem látjuk azt, hogy Jézus csak egy pár embert gyógyított meg azért, hogy valamit bizonyítson? Miért nem látjuk ezt a Bibliában? Miért nem látjuk azt, hogy Jézus azt mondta az egyiknek, hogy ó, bocsánat, téged nem gyógyítalak meg, azokat a azt a másikat meggyógyítottam azért, hogy bebizonyítsak valamit. De tudod, nem mindig az én akaratom a gyógyulás. Ez ugye mindent megmagyarázna számunkra, nem? Akkor mindenki érteni ezt világosan, hogy ez a helyzet. De amikor Jézus csak fogja magát, és mindenkit meggyógyít, alkalom után, akkor ebből hogyan tudjuk mi azt érteni és hinni, hogy Isten akarata számunkra nem a gyógyulás? Mert hogyha ezt látjuk, hogy Jézus mindig mindenkit meggyógyít, akkor lehet, hogy a rossz elképzelésünk lesz majd ebből, hogy tényleg Isten azt akarja, hogy mindenkit meggyógyítson. Hogyha ugye állandóan azt olvassuk, hogy mindenki meggyógyult, mindenkit meggyógyított, akkor egy idő után ugye az embernek ebből az az elképzelése támad, hogy hé, hát Isten akarata mindenki számára a gyógyulás. Ugye? And that is what we're thinking. És mi ezt gondoljuk bizony. In fact, we're sure of it. Sőt, meg vagyunk erről győződve, hogy ez az igazság. And let's go on. You'll see Jesus ministering healing to people. Acts 10 said how God anointed Jesus of Nazareth. Ugye láttuk azt, hogy az Apcsel 10-ben azt olvassuk, hogy Isten felkente Jézust, Názáreti Jézust szent szellemmel és erővel, aki széllyel járt jó tévén és meggyógyítván mindeneket. Mindenkit meggyógyított, akik az ördög elnyomása alatt voltak, mert az Isten volt ő vele. És a Biblia azt mondja, hogy mindenki, akit Jézus meggyógyított, az sátáni elnyomás alatt volt. Egy példát sem olvastunk a Bibliából arra, hogy ez valami olyasmi volt, amit Isten helyezett rájuk. És ezrek gyógyultak meg Jézus szolgálatában. Ugye? És még egy sem volt olyas valaki, akiről azt hallanánk, hogy Isten valamit tanított azzal a személlyel? Hogy valamit munkált az életében? Azzal a betegséggel? Tehát egy esetet se olvasunk? Ami arról szólna, hogy nem Isten ideje volt a gyógyulás számára, vagy hogy Isten valamit tanított vele, azért helyezte rá azt a betegséget? Vagy hogy még nem volt itt az ideje a gyógyulásnak? Egyet sem olvasunk ilyet? Egyet sem?
Jézus mindannyiukat meggyógyította. And you will see there were two main ways he ministered healing to them. És majd látni fogod azt, hogy két fő módja volt annak, ahogy Jézus szolgálta a gyógyulást feléjük. A kimondott ige and the touch of the hand. És a kezeknek az érintése. Or I should say touch. Vagy érintés. Mondhatnám ezt így is. Tehát a kimondott ige és az érintés. Nagyon sokszor Jézus volt az, aki megérintette őket. És nagyon sokszor volt példa arra, hogy ők érintették meg Jézust. De ugyanaz az eredmény lett a vége. A gyógyulás. Valaki mondja ki hangosan, hogy a kimondott ige és a kezek érintése. We just got through reading in our text, didn't we? How that when this man said, Lord, I know you can heal me, if you will, what did Jesus say and do? Ugye most fejeztük be az olvasását a Lukács 5-ben, annak az igeversnek, amikor ez az ember azt mondta, hogy Uram, tudom, hogy a te akaratod a gyógyulás, ha te ezt akarod. És mit mondott erre Jézus? He reached out his hand. Jézus kinyújtotta az ő kezét. And did what? És mit tett? Put forth his hand. Kinyújtotta a kezét, és megérintette őt. És azt mondta, akarom, gyógyulj meg. Itt látjuk mindkettőt ebből. Egy érintés és a kimondott ige. És az érintésen keresztül, a kimondott igén keresztül a betegség az elhagyta a testet, és a gyógyulás bejött a testbe. Hogyha ezek közül bármelyik is fölösleges lett volna, illetve nem lett volna szükséges, akkor Jézus nem tette volna meg. Hogyha lett volna egy jobb útja ennek, akkor Jézus azt úgy tette volna meg. De hogy van-e erre egy jobb példa a gyógyulásra, ennél, amit most itt olvastunk, mert hogyha mi is ugyanilyen módon akarjuk szolgálni a gyógyulást, nekünk az ő példáját kell követnünk. Nekünk is ugyanúgy kell tennünk a dolgokat, ahogy ő tette. Teljes mértékben. Tehát valaki mondja ki hangosan, hogy a kimondott ige és az érintés. Ugye beszéltünk arról nem is olyan régen, hogy Isten akarata számunkra a gyógyulás a hatalom miatt, amit adott nekünk. Ugye emlékeztek arra, hogy Jézus nevében van ez a hatalom, és ez ugye ez egy kimondott ige, ez egy kimondott szó. Amikor Jézus nevében kimondjuk a dolgokat. Tudod-e, hogy meg tudod ölni a rák betegséget Jézus nevében? Did you know Jézus nevével? You can speak against arthritis, inflammation. Tudtad-e azt, hogy tudsz szólni az ízületi gyulladások ellen, vagy mindenféle gyulladások ellen? Poison of different kinds in your system. Mérgezések, fertőzések ellen, ami ott benne vannak a rendszeredben, az organizmusodban. Tudsz ellenük szólni? Olyan dolgok ellen, amik rád hatással vannak, a mirigyek a testedben. Az emberek sokszor úgy gondolják, hogy hát elviselik ezt a testükben is, és hát el vannak vele jól, kibírják valahogy, de nem, hanem igenis adj hangot ezeknek a dolgoknak. Egyszerűen szólj ezek ellen. És mondd ki azt, hogy nem, te nem, az én testemben nem. Nem, én ezt megdorgálom. A Biblia azt mondja, hogy meg kell kötöznünk dolgokat, ami azt jelenti, hogy le kell állítanunk dolgokat. Megkötözöm és leállítom. Leállíts, állíts le te is Jézus nevében. És nagyon-nagyon sokszor látjuk a kimondott igét. De ugyanúgy nagyon sokszor látjuk ezt is. Az érintés. Tehát ez a mi következő okunk. Hogy biztosak vagyunk abban, hogy Isten akarata a gyógyulás a kezek rátevése miatt. A kezek rátevése miatt. Menjünk el a Márk evangéliumára, a 16. fejezetre. Tehát a kezek rátevése. Erről beszélünk. A Márk evangéliumának az utolsó fejezetében vagyunk, a 16. fejezetben,
És a 15. verstől fogjuk olvasni. És mondta nekik, elmenvén a széles világra, hirdessétek az evangéliumot minden teremtésnek. Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig ilyen jelek követik. Kiket? Isten akarata mindenki számára az üdvösség? Ez alapján, az igevers alapján, amit olvastunk, mindannyian üdvözölni fognak? Nem. Mi az, ami meghatározza azt, hogy ki az, aki üdvözült, és ki az, aki nem? A 16. verset olvassuk együtt. Azt mondja Jézus, hogy menjetek és hirdessétek az evangéliumot mindenki számára. Azért, mert ez elérhető mindenki számára. És Isten akarata ez mindenki számára, hogy üdvözüljenek minden teremtés számára. És mindannyian üdvözülni fognak? Nem. Azt mondta Jézus, hogy az, aki hisz, és ez alapján cselekszik, e hit alapján cselekszik, megkeresztelkedik, az üdvözül. Mi van akkor, hogyha nem hiszed ezt? Mi van akkor, hogyha nem fogadod el? Akkor ez bizonyítja azt, hogy nem Isten akarata volt számodra az üdvösség? Nem. Ez semmiért nem bizonyít. Még mindig Isten akarata az üdvösség számodra. Ha hitted, ha nem, ha elfogadtad, ha nem. 17-es vers. Azokat pedig, akik hisznek. Tehát kiket követnek ezek a jelek? Azokat, akik hisznek, nem azokat, akik kételkednek. Voltak már emberek, akik azt mondták nekem, hogy na, ez így nem történik a mi gyülekezetünkben. És kérdeztem tőlük, hogy és hogy hirdet, prédikáljatok ezt? És azt mondja, nem. Nem is hiszünk ebben. Ez az ember ugye azt mondta, hogy én próbálok, azt gondolta, hogy próbálok okoskodni, de igazából nem csak próbáltam neki valamit mutatni. És azt mondtam neki, hogy hát, ezen megéri elgondolkodni bizony, hogy nem prédikáljátok ezt, nem hisztek ebben, és nincs semmi ebből nektek a gyülekezetetekben. Mi prédikáljuk ezt, mi hiszük ezt, és van egy könyvünk, ami tele van bizonságokkal. Azon tűnődöm, vajon van-e e kettő között összefüggés? Nem hiszünk benne, mert nem látjuk. Nem ezért van. Azért nem látod, mert nem hiszel benne. Ha azt mondod, hogy majd, ha látom, akkor hiszem, akkor már túl késő, az már nem hit, ha látod. Amikor látsz valamit, akkor az a hit, azt mondod, de nem, egyáltalán nem. Azelőtt kell hinned, mielőtt látnád még azt a dolgot. Amikor nem látod azt a dolgot, akkor hiszel benne. Amikor már látod, akkor már nem kell benne hinned, mert ott van előtted az a dolog. Amikor látsz valamit, az már nem hit. Akkor hiszel, amikor még nem látod. Hányan emlékeztek arra, mit mond a Zsoltáros, hogy ellankadtam volna? Ha nem hittem volna, hogy meglátom az Úrnak a jóságát az élőknek földjén. Nem úgy működik, hogy látod és aztán hiszed, hanem nem látod és úgy hiszed. Mert hogyha így viselkedsz és ezt teszed, akkor soha nem fogod meglátni. Tehát ezek a jelek követik kiket? Azokat, akik mindig csak veszekednek, a szkeptikusok, az elmefitoktatók, nem, akik azt hiszik magukról, hogy ismerik a Bibliát, nem. Ezek a jelek követik azokat, akik hisznek. Milyen dolgok követik őket, akik hisznek? Az én nevemben ördögöket űznek,
Új nyelveken szólnak, kígyókat vesznek föl, és ha valami halálost isznak, meg nem árt nekik, és mit tesznek? Mit tesznek a hívők? Hogyha nem lennél hívő, akkor nem tennéd meg, ugye? Sőt, hogyha te nem hiszed, akkor te sem szeretnéd azt, hogy valaki rád tegye a kezét. Tehát betegekre vetik kezeiket, és aztán Istentől függ a dolog. És majd meglátjuk, mert tudjuk, hogyha meggyógyulnak, akkor tudjuk arról, hogy az Isten akarata volt. De ha nem történik meg, akkor azt is tudjuk, hogy az nem Isten akarata. Nem, itt a dolog lényege. Nekünk, hívőknek hitben kell a kezünket másokra tennünk. A Jakab levele azt mondja, hogy a hit imája tartja meg a beteget, és az Úr felsegíti őt. Mi van akkor, hogyha én, mint szolgáló, nem tudom, hogy ki számára mi Isten akarata? Én honnan tudom akkor így, hogy kire kell rátennem a kezemet, és kire nem? Amikor azt mondod, hogy hát csak vesd a kezedet mindenkire, és hagyd Istenre. Nem Isten akarata, nem biztos, hogy Isten akarata mindenki számára a gyógyulás. És ezt tudván nekem pedig nem szabad rávetnem a kezemet mindenkire, mert nem akarom, hogy ők kikerüljenek Isten akaratából. Az igazság az, hogy az emberek maguk nem hiszik el ezt az ostobaságot. Amikor azt mondják, hogy a gyógyulás nem Isten akarata, aztán elrohannak az orvoshoz. Az összes pénzüket erre költik, és próbálnak meg kikerülni Isten akaratából. Tehát vagy hiszed azt, hogy Isten akarata számodra az, hogy beteg maradj, vagy nem. Hogyha azt hiszed, hogy Isten akarata számodra az, hogy te beteg maradj, akkor ne próbálj meg kikerülni Isten akaratából. Legalább tedd azt, amit mondasz, és légy ebben kitartó, tehát maradj beteg. Nem, nekünk semmi problémánk az égvilágon nincs az orvosokkal, mi köszönjük Istennek az orvosokat, mert ők ugyanaz ellen harcolnak, ami ellen mi. A betegség az nem Istentől van. Nem. Köszönjük Istennek az orvosokat, ugyanaz ellen harcolunk. De győztesek legyünk, akkor győzzük le ezt a dolgot. És maradjunk életben. Éljünk még egy picit itt a Földön. És éppen ezért nem helytelen dolog az, amikor elmész az orvoshoz, és próbálsz meg, megpróbálsz életben maradni, mert Isten akarta soha nem az volt számodra, hogy te beteg legyél. Az orvosok és a nővérek a kórházakban nem Isten akarata ellen harcolnak. Hogyha ők igazából jó keresztények lennének, akkor mielőtt bemennek még egy szobába a beteghez, minden szoba előtt meg kellene állniuk, és imádkozniuk kellene. Hogy Uram, kell-e segítenem ennek az embernek, vagy nem? Mert hogyha ez nem a te akaratod, akkor én nem akarom őt kihozni a te akaratodból. Az orvosnak meg kellene állnia minden szoba előtt, és át kellene vizsgálnia minden egyes esetet. Elmész az orvoshoz, és azt mondod, hogy ilyen meg ilyen tüneteim vannak, és azt mondja neked az orvos, hogy oké, de én keresztény vagyok. Szóval még mielőtt megpróbálok téged kezelni, nézzük csak meg, hogy Isten akarata-e számodra a gyógyulás, vagy sem. I know, this sounds humorous, but how many know you're not supposed to just believe something in church?
Tudom, hogy nagyon viccesnek hangzik ez, de hányan tudjátok, hogy nem szabad csak úgy hinnünk dolgokat a gyülekezetben. Ha van egy olyan dolog, amit itt hiszel a gyülekezetben, akkor ugyanazt a dolgot kell hinned akkor is, amikor elmész az orvoshoz. Hogyan tudom én a kezemet tenni másokra, és bizodalommal teljesen elvárnom azt, hogy ők meggyógyulnak, hogyha lehet, hogy nem Isten akarata számukra a gyógyulás. És aztán nem tudom, hogy most kiért imádkozza, kiért ne imádkozza. Tudod-e azt, hogy a gyógyító sorok igen-igen sokáig tartanának? Hogyha odaállnék valaki el, és azt mondanám, hogy Uram, igen vagy nem? Ott állok egy óráig, próbálok az Úrtól hallani. Uram, igen vagy nem? Nem akarom őket kihozni a te akaratodból. Ugyan ilyen ostobaság lenne az is, hogy amikor az emberek kijönnek előre ide az oltárhoz, hogy a szívüket az Úrnak adják, és még mielőtt elimádkoznád velük ugye a bűnösnek az imáját, azt mondanád, hogy Uram, hát most nem tudom, a te akaratod, hogy üdvözüljenek, vagy nem? Vagy pedig az ő sorsuk az már előre a pokolra van rendelve. Mert én nem akarok velük imádkozni, és aztán ezáltal kihozni őket a te akaratodból. Én nem akarok ellened harcolni, ha te már őket bejelölted, mint valaki, olyas valakit, aki a pokolba megy, akkor én ez ellen nem akarok semmit sem tenni. Keresztények milliói hiszik ezt, amint te most nevetsz. Amikor viszont ezt így fogalmazod meg, ezt nem szeretik hallani. De ezt hiszik igazából. Imádkozz értem, és aztán majd meglátjuk, mi Isten akarata. Nem! Nem! Ez így nincs rendben. Nekünk nem kell ilyen sötét, hiába való, sötétben lövöldöző, hogy csak lőjünk egyet, aztán majd meglátjuk, hogy hova talál be. Nem. Nem kell ilyen életet élnünk. Mi imádkozhatunk bizodalommal. A kezeinket a betegekre vehetjük bizodalommal. Isten soha nem mondaná neked azt, hogy valamiért imádkozzál, ami nem az ő akarata. Isten soha nem mondaná azt neked, hogy tedd a kezedet valakire, és imádkozz a gyógyulásáért, hogyha az nem az ő akarata lenne. Nézzük meg a kézrátételt. A Márk 16-18-ban az NIV fordítás azt mondja, hogy a kezeiket beteg emberekre fogják tenni, és azok meggyógyulnak. Úgy gondolom, hogy ezt már olyan sokszor hallottuk, hogy elvesztettük az izgatottságot a szívünkben. És szeretném, hogyha ez az izgatottság megújulna ma este. Jézus, a gyülekezet feje, azt mondta, a hívők beteg emberekre vetik a kezeiket. Nem azt mondta, hogy a prédikátorok. Nem azt mondta, hogy a pásztorok. Te egy hívő vagy? Hányan vagytok itt hívők? Vannak kezeid? Tedd fel a magasba! Jézus azt mondta neked, hogy te, mint hívő, a te kezedet fogod és a betegre teszed. És mit mondott Jézus, hogy mi történik majd? Meggyógyulnak. Az új évszázados fordítás azt mondja, hogy megérintik a betegeket, és a betegek meggyógyulnak. Dicsőség Istennek!
Betegekre vetik kezeiket, és azok meggyógyulnak. Azt mondod, hogy ó, kit testvérén, ezt megpróbáltam, és nem működött. Mikor határoztad el ezt te magadban, hogy ez nem működik? Mikor határoztad ezt el így? Ó, én ezt megpróbáltam, kit testvér. És másnap rosszabbra vált a helyzetük. Rosszabb állapotba kerültek. És akkor mi van? Ez mit jelent? Itt nem azt írja az ige, hogy a tünetek abban a pillanatban elmúlnak. Nem azt mondta, hogy azok a tünetek, azok javulnak. Miután ezt teszed? Egyből. Velem vagytok, ugye? Mit mondott itt az ige? Hogy meggyógyulnak. Meggyógyulnak. És hogyha te ezt hiszed, akkor a lényednek minden egyes részével ezt hinned kell. Mindaddig, amíg képes vagy a lábaidon állni és hinni, addig ezt hinned kell. Hogy meggyógyulnak. A probléma ott van, hogy az emberek látás alapján járnak. Ugye? Megpróbálnak valamit, elmondanak egy imát, aztán visszanéznek, megnézik, hogy mi történt. Hogy megnézzék, hogy ez igaz vagy nem igaz. Neked már akkor el kellett volna ezt döntened magadban, mikor az igében ezt olvastad. És ez nem fog megváltozni, teljesen mindegy, hogy mi az, amit érzel, vagy nem érzel. Vagy látsz, vagy nem látsz. Ray McCauley testvér Dél-Afrikában egy szabadtéri alkalmakat tartott, és imádkozott a betegekért. És meghívta az embereket, mondta neki, hogy mindannyian gyertek. Hogyha van valami probléma a testedben, gyere! A média persze meghallotta ezt, és megpróbálták őt bajba keverni, és próbáltak rá rossz fényt vetni. És egy interjút akartak vele készíteni, aztán később kiderült, hogy igazából csak próbálták őt csőbe húzni, hogy valami olyat mondassanak vele, ami nem jó vagy helytelen. Az egyik részénél ennek az interjúnak oda nyomták az arcához a mikrofont, és azt mondták, te azt mondod, hogy Isten bárkit meggyógyít. És azt mondta, hogy igen, Isten bárkit meggyógyít, ezt mondja a Biblia. És mi a helyzet az éccel? Igen, Isten meggyógyítja az étbetegséget is. Mi a helyzet ezzel, meg azzal? Hogy az orvostudománynak nincs erre gyógyszere, és te azt mondod, hogy neked van? És azt mondta a testvérünk, hogy Isten bármit meg tud gyógyítani. És most viszont nincs itt az ideje annak, hogy az ember visszalépjen, ugye, és megtántorodjon. És azt kérdezték tőle, és mi van akkor, hogyha imádkozol, és nem gyógyulnak meg, és nem érzik magukat jobban? És mi van akkor, hogyha imádkozol értük, és nem érzik magukat jobban egyáltalán? És azt mondta erre a testvérünk, hogy hát, de rosszabbul sem érzik magukat. Nem lesz rosszabb az állapotuk. És mi van akkor, hogyha imádkozol értük, és meghalnak? És azt mondta, hogy hát a temető tele van olyan emberekkel, akiknek az orvosok próbáltak segíteni, és nem tudtak, és meghaltak. Miért nem készítitek az interjút velük akkor inkább? Csak azért, mert az emberek meghaltak, mivel az orvosok próbáltak neki segíteni, ez nem azt jelenti, hogy neked nem kell azt megpróbálnod, és nem kell megpróbálnod segíteni az embereken.
hogy meggyógyuljanak, ugye? Úgyhogy azt mondjuk mindenkinek, az orvosoknak, a nővéreknek, nektek is, hogy igenis maradjatok, és továbbra is tegyétek a dolgotokat. Ez helyén való így. Hadd mondjak, hadd súgjak valami titkot a füledbe. Egyikünk sem jut ki innen élve a földről. Ha az Úr vár az ő visszajövetelével, akkor egyikünk sem hagyja el ezt a földet élve. Hogyha az Úr csak egy picit is vár az ő visszajövetelével, 300 évig nem fogunk itt élni a földön. Meghal a kutyád. Meghal majd a papagájod, az aranyhalad, a virágjaid. És te is. Ez nem olyan dolog, amitől félnünk kellene. Azt mondtam, hogy ez nem egy olyan dolog, amitől félnünk kell. De az ördögnek nincs joga, hogy minket kiraboljon. Hogy kirabolja azokat a napokat, amiket itt el kell töltenünk a Földön. Isten hosszú életet adott nekünk, kifizette ezt, megvásárolta. Isten megvásárolta, kifizette a gyógyulásunkat, megvan a jogunk ehhez. Ezért az tisztelet teljes dolog, tiszteletre méltó dolog, amikor állsz, megállsz, és ragaszkodsz Isten igéjéhez. Mindegy, hogy mi az, amit látsz és érzel, vagy valaki más lát valamit, vagy érez, te csak ragaszkodsz és ragaszkodsz az igéhez. Nem érdekel, hogy mennyire anyagilag tönkrement vagy, hogy mennyire alacsonyan élsz. Akkor is ki tudod mondani a száddal azt, hogy gazdag vagyok. Isten tett engem gazdaggá, és nem érdekel, hogy hogy tűnik, hogy néz ki ez a dolog. Nem érdekel, hogy 3 hónap, 6 hónap, vagy 6 évig fog ezt, 6 évbe telik majd, akkor is ezt mondom, és ezt fogom hinni. Ugye? Mi már elhatároztuk azt, hogy ez az igazság. Tudjuk ezt még mielőtt látnánk bármit is, vagy éreznénk bármit is. Ez az igazság. Hallgass meg ezeket az igeverseket, nem kell oda lapoznotok, csak hallgassátok meg őket. Vagy, hogyha nagyon gyors vagy, oda lapozhatsz. A Márk 1-ben. Márk 1. De lesz még itt több igevers is ezen a környéken, amit szeretném, hogyha megnéznétek. Ugyanezt megtaláljuk a Lukács evangéliumában is, de ezt a verziót olvassuk most a Márk 1.41. Jézus pedig könyörületességre indulván, kezét kinyújtván megérinti őt, és mondta neki, akarom. Tisztulj meg! A Márk 5.23, nagyon gyorsan fogok végigmenni, azt szeretném, hogyha hallanátok, és hogy beléd kerüljön ez. És igen, kéri őt mondván, az én leánykám halálán van, gyere, vesd rá a kezedet, hogy meggyógyuljon és éljen. A 27. versben olvasunk a vérfolyásos asszonyról, mikor Jézus felől hallotta sokaságban, hátulról kerülve illeti annak ruháját, mert ezt mondja vala, ha csak ruháit illethetem, is meggyógyulok. Jézus pedig azonnal észrevevé magán, hogy isteni erő áradott ki belőle, megfordult a sokaságban, és mondta, kicsoda illeti az én ruhámat. A 31-es versben újra mondja, kicsoda illetett engem. Tehát valami történt az érintésen keresztül. Menjünk el a Márk 7-be. Ez olyan nagy dolog. Az Úr segít nekem most.
So I get to studying and get a seminar. Tudod, amikor tanulmányomozom az igéket, egy egész szemináriumot fel tudnék ebből építeni. És aztán ezt össze kell sűrítenem egy alkalomra. Mindegy. Az Úr segít nekünk, ugye? Márk 7-ben vagyunk. 32-es vers. They bring to Jesus one that was deaf and had an impediment in his speech. És hoztak neki egy nehezen szóló süketet. And they beseech him to do what? És kérték őt, hogy mit tegyen. What they want him to do? Mit akartak Jézustól, hogy mit tegyen? They want him to put his hand on him. Hogy vesse rá a kezét. Miért? Why? Miért? Valaki azt mondja, hogy hát ki ne akarná, hogy Isten fia valakire rátegye a kezét. Ők nem tudták, hogy ő Isten fia. Ők nem így látták Jézust. Legjobb esetben őt egy prófétának látták. De miért akarnák azt, hogy Jézus rátegye a kezét erre a süket némára? Do you remember what the Bible tells us Jesus preached? Emlékszel-e arra, hogy miről prédikált Jézus? We have reason to believe he did this numerous times. He took the book of the prophet Isaiah. And he found the place where it was written. Jézus ugye vette Ézsaiás próféta könyvét, és megtalálta azt a helyet, ahol ez volt írva. And he said, the Spirit of the Lord. És azt mondta Jézus, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam. Mivel felkent engem. Jézus ezt prédikálta, ugye? És aztán azt mondta, hogy ez az írás mai napon teljesedett be. Most, a ti hallásatokra mit jelent ez? Én felkent vagyok. Istennek a szelleme van rajtam. Jézus erről prédikált, és ugye tudjuk, hogy aztán viszont egy nagyon jó munkát végzett. Olyan erőteljesen, és olyan felkent volt. Ez a prédikáció, hogy mikor Jézus ezt befejezte, mit akart tenni a tömeg? Meg akarták őt érinteni. Ugye látjátok ezt, hogy a tömegek akarták Jézust megérinteni. Vagy azt akarták, hogy Jézus érintse meg őket. Miért? A kenet miatt. Hallották. És aztán ugye olvasunk erről történeteket, hogy voltak, akik megérintették Jézust, és meggyógyultak. És ezt tették ebben az esetben is, ugye hallottak erről, és aztán idehozták ezt az embert, és mire kérték Jézust? Hogy rátennéd-e a kezedet erre az emberre? Tedd rá a kezedet, kérlek! Jézus pedig kivitte őt a sokaság közül, az ujjait annak fülébe bocsátotta, és köpvén illeti annak nyelvét. Ez ugye érintés. Ott van az ujja fülben, megérinti ugye a nyelvét, és Jézus ugye azt mondott, hogy köpött? Igen, Jézus köpött. Ezt írja a Biblia. És aztán fölnézett az égre, fohászkodott, vagyis felsóhajtott, és azt mondta, hogy Effata, azaz nyilatkozzál meg, és azonnal megnyilatkoztak annak füleim. És nyelvének kötele megoldódott, és helyesen beszél vala. Itt ezzel nem lehet vitába szállni. Teljesen mindegy, hogy mit gondolsz erről a metódusról. Ez ennyi. Ez a helyén való volt, ugye? Valaki mondja ki hangosan, hogy az érintés. Emlékszel-e arra, és tudom, hogy emlékszel arra, hogy te és én Isten képére lettünk teremtve. Miért van ilyen alakunk, amilyen? Miért nincs két helyünk, két fejünk és négy kezünk?
Why not 3 ears, 2 noses? Miért nincs 3 fülünk és 2 orrunk? És 1 szemünk? We are patterned after God. Isten képére lettünk teremtve. Himself. Ő az ő saját képére. We're made in his likeness and his image. Az ő képére és az ő hasonlatosságára lettünk teremtve. Emlékszel-e arra, hogy a Biblia beszél Isten kezéről? That he has hands. Hogy neki van keze? Go with me if you would to two places in the Old Testament. Menjünk el 2 igevershez az Ószövetségben, és nagyon fontos, hogy ezeket megnézzük, és ugye van időtök erre ma este. Nagyon remélem, hogy van, mert ez csodálatos. A Malakiás 4-re és a Habakuk 3-ra fogunk elmenni. Először is menjünk el a Habakuk könyvére. Tudom, hogy lehet, hogy pont az a hely, ahol a lapok a Bibliádban össze vannak ragadva, de akkor szedd szét a lapokat, és találd meg ezt az ige helyet. Vagy pedig mondd meg a szomszédodnak, hogy segítsen neked megtalálni ezt az ige helyet. Valaki segítsen nekem. Tudjátok, hol van? Hogyha elmész az Ószövetség végére, a Malakiás könyvére, és elkezdesz visszafelé menni, azt ott lesz Zakariás, tovább mész, akkor mit találsz? Ageust, aztán Sofóniást, és aztán ímé, lám, ott van a Habakuk könyve. Ott vagytok? Tehát Habakuk 3. 3. vers. Isten. Kicsoda? Isten. A Témán felől jön. És a Szent a Párán hegyéről. Szela. Dicsősége elborítja az egeket, és dicséretével megtelik a föld. Ragyogása, mint a napé. Hányan tudjátok, hogy ő maga a fény? A ragyogás, ő benne nincs sötétség, sőt, még egy árnyék sincs benne. He had horns coming out of his hand. Sugarak támadnak a kezéből. Honnan? Well, he has a hand. Tehát akkor van keze, ugye? Verse 3 said God. A 3. vers azt mondja, hogy Isten. Ragyogása, mint a napé, sugarak támadnak kezéből. The margin of my Bible says bright beams. Horns coming out of his hand. Az én Bibliámnak a szőjegyzete azt mondja, hogy fénysugarak. És ott van az ő hatalmának rejteke. Hol? Az ő kezében. Az ő hatalmának a rejteke. Tehát erő támadt az ő kezéből, erő jött az ő kezéből. És mi történt az 5. vers? Előtte dökhalál ment. Tehát nem maradt a dökhalál, hanem ment, elment. Miért? Mert jött az erő. Dicsőség Istennek! Amikor bejön a gyógyító erő, a dökhalál az kimegy. És ez az erő az ő kezéből jött. És nyomaiban forró láz támad, vagy ahogy az angolban van, égő szén. Azt olvassuk itt, tehát többféle fordítás létezik. Azt olvassuk itt, hogy right? Előtte a dökhalál ment, vagy járt, tehát, hogy az elment. Valaki mondja ki hangosan, hogy elment. Elment. Az elment azt jelenti, hogy elment. Hallgassatok meg többféle fordítást. A Young szó szerinti fordítás azt mondja, the Holy One from Mount Paran covered the heavens. Has his majesty.
A Szent a Párán hegyéről betakarta az eget, az ő felsége betakarta az ő az eget, és az ő dicsérete betöltötte az egész földet. Az ő ragyogása olyan, mint a fény. És sugarak jönnek az ő kezéből, tehát itt a magyar fordítás megegyezik, ez a része, a sugarak támadnak kezéből a Young szó szerinti fordítással. És ugye tudjátok, hogy a Young fordítás az az egyik legpontosabb fordítása az Ószövetségnek. Ez ugyanaz az ember, aki a Young konkordanciát írta, és ugye tudjuk, hogy ő tudósa volt a héber nyelvnek. Tehát sugarak jönnek az ő kezéből, ami az ő hatalmának a rejtek helye. Előtte megy a dökhalál. És az ő lábánál pedig égő lángok mennek. Dicsőség Istennek. És ugye tudjátok, hogy az igeverseket más igeversek fényében kell megmagyaráznunk. Ugye olvastuk azt más helyen, hogy Istennek az ellenségei elolvadnak az ő jelenlétében. God's power, his light is manifest, and Isten ereje, az ő fénye, az ő ragyogás, amikor megnyilvánul, akkor a sötétség az eltűnik. When God comes in, it's like turning on the light in a roach-infested apartment. Amikor Isten bejön a helyszínre, akkor az olyan, mint hogyha egy öreg, rozoga lakásban felkapcsolnád a villanyt. What happens? Mi történik? I mean, when the light comes on, amikor felkapcsolod a villanyt, scatters, and that's what happens when God comes in. Akkor a sötétség az eltűnik, és ez történik akkor, amikor Isten jön be a színre. Amikor Isten megnyilvánul, ilyenkor az ördögök, a démonok nem tudnak megmaradni az ő jelenlétében. Don't you remember when Jesus, after he came out of the wilderness, and all this anointing came, when this Holy Ghost came on him? Emlékszel arra, amikor Jézus kijött a pusztából, és ez a kenet, ez rájött, és a Szent Szellem rászállt galamb formájában. All this anointing and power came. Mindez az erő, ez a kenet, ez Jézusra jött. And he came into the synagogue. És aztán bement a zsinagógába utána. És mit mondtak a démonok, hogy miért jöttél? Azért jöttél, hogy gyötör minket? Ez a kenet. Ez benned van. Ugyanaz a Szent Szellem. De ebben hinnünk kell. Ennek meg kell nyílnunk. And that anointing was being ministered through touch. És ezt a kenetet Jézus az érintés által szolgálta mások felé, az ő szolgálatában. Látjátok ezt? És itt az ige írja, hogy az ő kezében, Isten kezében, az ő erejének a rejteke, az ő keze. És mi van akkor, hogyha az az Isten, aki benned lakik, meg akar valakit érinteni? Hogy ezt a kenetet szolgálja azok felé? Nem szabadna, hogy ez egy idegen gondolat legyen számodra, hogy Isten, amikor az ő kezével meg akar valakit érinteni, akkor a te kezedet használja erre. Mert te ugyanaz az ő képére lettél teremtve. Neked is ugyanolyan kezed van, mint neki. És ugye látjátok, hogy nagyon rövid idő után, mikor Jézus a szolgálatban volt, ugye azt mondták neki az emberek, hogy ó, mester, tedd rám a kezedet. Tedd erre az emberre a kezedet. Tedd rá a kezedet, Uram. Érintsd meg őt. És megtette Jézus. És meggyógyultak. És Jézus nekünk is ugyanezt mondta, nekünk hívőknek. Tedd fel a kezedet a magasba újra. Te egy hívő vagy? Vannak kezeid? Mit mondott neked Jézus?
would lay hands on the sick. Hogy a hívők a betegekre vetik kezeiket, and they shall recover. És azok meggyógyulnak. Somebody needs help. Hogyha te olyan helyzetben vagy, hogy tudod, hogy valakinek szüksége van segítségre, neked nem kell engemet felhívnod a telefonon, hogy jöjjek. Te is hívő vagy. Neked is vannak kezeid. Ez az igevers, ez nem prédikátoroknak van, hanem hívőknek. And at his power, the pestilence went out. És amikor jött az ő ereje, akkor a dökhalál elment onnan. A Malakiás 4-ben látjuk ennek a megerősítését. Malakiás 4, 2-es vers. Unto you that fear my name, shall the Son of Righteousness arise with healing in his wings. És feltámad nektek, akik félitek az én nevemet, a megigazulás napja, és gyógyulás lesz az ő szárnyai alatt. And you'll go forth and grow up as calves of the stall. És mi mentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulkok. Let me read that to you from another translation. Hadd olvassam el ezt nektek egy másik fordításból. For you who obey me, my saving power will rise on you like the sun. Számotokra, akik engedelmeskedtek nekem, az én megmentő erőm felemelkedik, mint a nap. And bring healing like the sun's rays. És gyógyulást hoz nektek ugyanúgy, mint a nap sugarak. És honnan jönnek ezek a sugarak, amikről olvastunk? Egy másik igeversben olvastak, ugye, hogy az ő kezéből támadnak ezek a sugarak. Mert az az ő erejének a rejtek helye. Olyan szabadok és olyan boldogok lesztek, mint a tókok, akiket kiengednek az istállóból. Anybody ever seen a calf that's been well fed, well cared for, but kept up? Láttatok már ilyen tókokat, amiket jól táplálnak, jól tartanak? You ever seen when they turn loose? És látjátok, hogy hogyan viselkednek, amikor őket kiengedik a szabadba? We used to have a little dairy, so I saw it many times. Nekünk is volt ilyen istállunk, és én ezt nagyon sokszor láttam. I mean, they grow like a weed, and you feed them, and they're just fat and healthy. Hogyha nagyon gyorsan növekednek, és eteted őket, és felnövekednek, egészségesek. Egy istállóban. And then you got that nice pasture. És aztán ott van kint az a gyönyörű rét. És aztán ugye most már egyedül is képesek enni, felnőttek, és ki lehet őket engedni a pajtából. Hányan láttátok ezt már rajtam kívül? Amikor kiengeded azt a tulkot onnan, akkor mit tesz az a tulok? Kiugrándoznak, és aztán körbenéznek. Nincsenek falak hirtelen körülötte. És aztán elkezdenek még egy picit többet ugrándozni. És soha nem láttál még olyan boldog tulkot, ahogy az ugrándozik, és rugdalózik, és megy, fut. Az Úr azt mondta, hogy gyógyulás jött belőle, mint a napsugarak, ami azt okozza, hogy te és én kiugrunk a helyünkről, ugyanúgy, mint egy tulok az istállóból, mikor kiugrik. Miért? Mert amikor az ő ereje bejön a testbe, akkor az a betegség, az kimegy. Amikor az ő ereje bejön, akkor a gyengeség, az kimegy. Dicsőség Istennek! Valaki mondja ki hangosan, hogy én hiszek Isten erejében. Én hiszek a kenetben.
Let me keep reading this to you, other translation. The New English says. Az új angol fordítás azt mondja. For you who respect my name. Ti, akik tisztelitek az én nevemet. Now you gotta believe in this, don't you? Hinned kell ebben. Let's follow them that believe. You gotta respect. Ezek a jelek követik azokat, akik ők, akik hisznek ebben. Neked tisztelned kell a kenetet, tisztelned kell a kézrátételt. The sun of vindication will rise with healing wings. You'll skip about like calves released from the sun. A megigazulás fia az a felkel gyógyulással az ő szárnyai alatt, és ti kimentek és ugrándoztok, mint a hízlalt tulpa. Another one said, you'll jump around like well-fed calves.